korunk nagy kérdése. Sikerül-e tömegesen megértenünk, hogy a világ olyan, amilyenek mi vagyunk? Amilyennél mi tesszük? Újabb vezéreket, hatalmi rendszereket, háborúkat teremtünk, és hagyjuk, hogy félelmeink irányítsanak, félelmeinkkel irányítsanak bennünket, vagy megtaláljuk az igazi énünket, megtaláljuk az utat egymáshoz. Szeretettel köszöntelek benneteket. Isten hozott mindannyiótokat a Jövőnkért konferencia második találkozóján. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megmérettetik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Akik itt voltak az előző konferencián, vagy megnézték a róla készült felvételeket, azok emlékeznek arra, hogy akkor a bevezetőben arról beszéltem, hogy Magyarország megszállás alatt van. Idegen erők kaparintották meg a magyar nép vagyonát és szellemét. Sokunkban van már szándék, hogy ezen változtassunk. Ezzel az összeállítással arra szeretnék figyelmeztetni, vagy a figyelmeteket felhívni, hogy a baj sokkal nagyobb. Tehát egy kutatás szerint ahhoz, hogy egy társadalom fenntartsa magát 25 évnél tovább, a termékenységi rátájának legalább 2,11%-nak kellene lenni gyereknek, családonként. Ha ennél kisebb, akkor az a kultúra hanyatlani kezd. A történelem során egyetlen kultúra se fordított még 1,9-es termékenységi szintről. 1,3-es rátánál már lehetetlen is fordítani, mert az 80-100 évet venne igénybe, hogy helyreállítsa magát. És nincs olyan közgazdasági modell, ami fenntartaná a társadalmat ez idő alatt. Más szóval, ha két szülőpárt veszünk, mindegyiknek van egy gyereke, akkor a gyerekek már csak fele annyian vannak, mint a szülők. Ha ezeknek a gyerekeknek is egy gyereke van, akkor már negyedére csökkent az unokák száma nagyszülőkhöz képest. Ha csak 1 millió gyerek születik 2006-ban, nehéz lesz 2 millió felnőtt munkaerő 2026-ban. 2003-ban Franciaországban a termékenységi ráta 1,8 volt, Angliában 1,6, Görögországban 1,3, Németországban 1,3, Olaszországban 1,2, Spanyolországban 1,1. 1990 óta minden népesség növekedés Európában 40%-ban az iszlám bevándorlásnak köszönhető. Franciaország 1,8 gyerek családonként, Dél-Franciaországban hagyományosan a világ egyik legvallásosabb régiójában már a több a mecset, mint a templom. A 20 évnél fiatalabb gyerekek 30%-a iszlám. A legnagyobb városokban, mint Nizza, Marseille és Párizs a számok meghaladja 44%-ot. 2027-re 5-ből egy francia muszlim lesz. Csupán 39 év múlva Franciaország egy iszlám köztársaság lesz. Az utóbbi 30 évben Nagy-Britannia muszlim lakossága 82 000-ről 2,5 millióra nőtt, ez 30-szoros növekedés. Több mint 1000 mecsetjük van, melyek közül sok egykor templom volt. Oroszországban több mint 23 millió muszlim él, vagyis 5 oroszból 1. Jelenleg Belgiumban a lakosság 25%-a és az újszülöttek 50%-a muszlim.
Kormányzati számítások szerint 3-ból 1 európai gyerek muszlim családokba születik 2025-re. Csupán 17 év múlva. A német kormány, amelyik elsőként szólalt meg nyilvánosan ebben a témában, nemrég kiadott nyilatkozata ezt írja. A német társadalom bukása nem állítható meg többé, a begyűrűzés nem visszafordítható, 2050-re iszlám állam lesz. Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy Allah győzelmet ad az iszlámnak Európában, kardok, fegyverek és hódítás nélkül, Kadhafi szerint. Nem kellenek terroristák, nem kellenek öngyilkos merénylők, az 50 milliónál is több muszlim Európában néhány évtizeden belül iszlám kontinensé változtatja. Körülbelül 52 millió muszlim él Európában. A német kormányzat szerint ez a szám megduplázódik a következő 20 évben 104 millióra. 3 évvel ezelőtt volt egy találkozó Chicagóban, melyen 24 iszlám szervezet vett részt. A találkozó jegyzőkönyvei betekintést engednek a részletekbe. A tervük megtéríteni Amerikát. Azt mondták, fel kell készítenünk magunkat, hogy a valóság az, hogy 30 éven belül 50 millió muszlim él majd Amerikában. Iszlám stratégiai konferencia Chicago. A világ, amiben élünk, nem az a világ, amiben a gyerekeink és az unokáink fognak élni. A katolikus egyház jelentése szerint az iszlám hívők száma már meghaladta a keresztényekét. 5-7 éven belül a világ vezető vallása lesz. Arra kérünk téged, hogy oszd meg ezt az üzenetet a változó világgal. És Zoli barátomat megkértem, hogy nézzen utána a magyar statisztikáknak, egy 2008-as adatot talált, és 9-eset. Kérném egyébként, akinek van ideje kutatni, hogy esetleg keresse meg a jelenlegi statisztikát, vagy ez a 2008 óta eltelt időnek a kimutatásait. A teljes termékenységi arányszám Magyarországon csökkent az előző évhez képest. 2008-ban az átlagos gyermekszám 1,35 volt, 2009-ben 1,33, ami messze elmarad a népesség középtávú fennmaradásához szükséges 2,1-es szinttől. Kedves barátaim, valóban a magyarságot ezer éve értják. Most még súlyosabb azonban a helyzet, mert nem csak a magyarságot, hanem az egész kereszténységet, az egész Európát, az egész fehér faj ellen folyik egy támadás. A határainkat tudjuk dél felé zárni valamelyest, de nyugat felé nem zárjuk. Tehát ha valamikor, akkor most különösen itt az idő, drága barátaim, hogy valóban összefogjunk és tegyünk magunkért, a családunkért, de egyben kell tennünk a nemzetért is, mert ez ugyanaz. A videó elején volt az első megjegyzés, hogyha a lakosság száma nagyon alacsonyra, vagy ez a népességi szint nagyon alacsonyra esik vissza, akkor nincs az a közgazdasági modell, amelyik ezt orvosolná. Én szerintem van, mert ma már olyan technológiai és technikai fejlettségi szinten vagyunk, hogy gyakorlatilag a lakosságnak elég lenne hetente mondjuk 4 órát dolgozni, és a társadalmat fent tudja tartani, tehát ez az első. A másik nagyon komoly csúsztatás minden ilyen típusú videóban, amikor a kutatók egyenesen vizsgálják és jeleznek előre. Tehát azt mondják, hogy 10 évvel ezelőtt ennyi volt ez a szám, most ennyi, akkor ez 20 év múlva annyi lesz, és kikalkulálják belőle egy egyenes vonal mentén. A kutatók mindig kihagyják belőle az életet, mert hogy ez egyébként nem így szokott történni, soha nem így volt a történelem során. Ugye Mohács, a törököt, mikor kivonultak az országból, akkor 2 millió magyar maradt itt ebben az országban is. Lám, azóta is megvan ez a nemzet.
De azt mindenképp szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy Nyugat-Európa lassan megtelt, és folyamatosak a konfliktusok a fehér lakosság és a bevándorlók között. Tudom, érzékelem, hogy Nyugat-Európában, az említett országokban is vannak olyan nacionalista erők, akik nem sokáig fogják már bírni. Még inkább arra lenne szükség, hogy itt mi, magyarok, és azokkal a környező nemzetekkel, akik hozzánk tartoznak, szoros és erős kapcsolatot építsünk ki a megmaradásunk érdekében. Úgy tűnik, hogy jönnek mennek intézmények, államok és kormányok és intézményesült valóságú. A társadalom, a fa, a kő, amit alkotunk, az a hagyományainkkal együtt itt van velünk. A második, hogy ez a globalizációs veszély, amit a kultúrának a megváltozása, a civilizáció megváltozása jelent, ezt ennek már voltunk tanulni, mi népvándorlásként tanultuk a történelemben. Valójában a római birodalom is összeomlott, előbb keleti, majd nyugati birodalomra bomlott, és a nyugati összeomlott a szerves társadalmak behatolása miatt, és a kelet római birodalom sem húzta sokáig. Utána átéltük azt is, hogy Európa ketté szakad egy első vagy második világháború, valójában egy 30 éves világháború okán, és Európa a Németország közepén hasadt ketté. Most úgy tűnik, hogy pusztán egy szerves társadalomnak, egy szervesült társadalomnak a behatolása, amit most iszlamizációnak is felfoghatunk, ismét ketté szakítja Európát, és már csak az a kérdés, hogy Németország nyugati vagy keleti határa lesz-e a megmaradt Európa. Tehát, hogy Közép-Európa ismét kelet felé lesz integráns, vagyis kapcsolódó, és valahogy Nyugat-Európa úgy tűnik, hogy néhány évtizeden belül abba a tengerbe fog belefulladni, mivel belefulladt a római civilizáció is. És úgy tűnik, hogy ennek tudatában vannak azok, akik mindent megtesznek ennek érdekében, brüsszeli bürokratáknak, neoliberális vagy újliberális gondolkodóknak és akcionistáknak látunk. A anyagi erőforrásainkat az a világhatalom adja, amelyik érdekelt a civilizációk bukásában és az emberiség irányíthatóságának elérésében. Ennek az útjába álltunk mindannyiszor, ahányszor csak hagyott minket a nyugat-európai szövetséges elveszni. Tehát soha semmilyen Nyugat-Európa nekünk szövetségesünk nem volt, most sem az, és nem is lesz. Ezért, ha belejövünk abba a hajóba, amelyiket a Nyugat-Európához és nyugat-európai néven nevezünk Európai Uniónak, valószínűleg ez nem fog hosszú ideig tartani. Azért nem, mert maga az a társadalom, amelyik elveszíti önazonosságát, önmagáról való tudását és saját magáról alkotott képet és hagyományait, az nyilván nem tud fenntartani országot sem, és nem tud fenntartani intézményeket sem, sőt, országok közötti intézményeket sem. Az a kérdés, hogy mit tesz ilyen egy magyar. A történelemben megtanultuk, hogy van küldetés tudatunk, különben nem tudtuk volna 2 millióan a Kárpát-medencében magyarrá tenni annyi népet Mohács után és Mohács előtt. Tehát mi olyan magyarok vagyunk, akik integrálódtunk, beépültünk, és őseink genetikailag a világ minden tájáról származnak, és erre nagyon büszkék lehetünk, mert egészséges hagyományaink vannak. Az a gondolat, amit a Juhászói Tudatos Társadalom projektnek, a projektet majd ki kell találni, hogy valójában mi is ott magyarul. Tehát az a feladat sor, amit most tudatos társadalomnak hívunk, és a Zoli elméjéből
szakadt ki, és a CMM televízió média keresett magának teret és szerveződést ahhoz, hogy a média szóljon is valakikhez. Ezt már az első konferencián is vezegettük, hogy mi kell ehhez, és most pedig a második konferencián úgy tűnik, hogy ennek a térnek a kialakulására sok mindent kell tenni. Nagyon nagy a nyomás, ami nyomás van, az elmondtam kívül belül. Tehát minden, ami létezik, az itt van. Ezt tudták az izlandiak is nem is olyan régen, amikor egy deviza alapú hitelezési válságban összeomlott volna Izland, ugyanúgy, mint ahogy mindjárt majdnem megrobbantottak. És ott úgy döntöttek, hogy a gejzirek, a fák, a fókák, a halak, a természeti kincs, és maguk az 250 ezer fő, az egyáltalán nem gondolja, hogy neki vége van. Ő a valóság, ő a történelem, ő az, ami valóság volt régen is, és most is az. És amiről azt állítják, hogy nyomaszt és tönkrement, az egy intézményrendszer, pénzügyi, állami pénzügyi rendszer, és ezek a vikingek elzavarták az egészet felébe, ezért őket nem robbantotta meg úgy, mint ahogy minket majdnem megroppantott, a ciprusiakat pedig egészen megroppantotta, a görögöket pedig a németek zsebébe dugta a országoskül, kikötősül, mindenesül. Most csak egy vázlatot szeretnék arról elmondani, hogy melyik az a tér, ahol egy közös civil, vagyis független média képes teret nyerni, és képes hírt és üzeneteket és akár üzletörténeteket is bemutatni. Ez azért szükséges, mert ha a társadalom nincs annak a tudatában, hogy a társadalom a valóság és az intézmény az való, akkor elhiszi, hogy minden intézményes káosz és válság és eredmény és eredménytelenség az valójában a mi káoszunk és eredménytelenségünk vagy eredményességünk. Ha egy városban élünk, akkor nem látjuk, hogy egy falu az mennyire képes önellátó lenni, szerves maradni. És valljuk meg, hogy nem hiszük el, hogy a magyar társadalom egy szerves társadalom, de mindaddig, ameddig van önazonosságunk és önmagunkról való tudatunk és hagyományaink és hagyományainkhoz viszonyunk, és azért ezt megtapasztaljuk, addig mi szerves társadalom vagyunk, és ennek a szerves társadalomnak van egy intézményrendszere, amelyik, mint mondom, bulandó, változó, és rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk egy intézménynek a rabjai, és mennyire szolgáljuk az intézményrendszer. Ahhoz, hogy egy társadalom önmagában azonos legyen, és cselekvőképes legyen, és érdekérvényesítő, és önazonos tudjon maradni, ebben a szörnyű nyomásban, amit az idők hoztak nekünk, ahhoz három területen, amiben az állam is versenypartnere a társadalomnak, és versenytársa, abban a társadalomnak össze kell fognia, meg kell önmagát szerveznie, tehát tevékeny módon nem csak szürkolnia kell, hogy ez megszerveződjön, hanem tennie is kell érte. Ez a három, az első, az a gazdaság, és a gazdaság működésének a közvetítése. Vagyis a termelőgazdaság, a fogyasztó és termelő közötti kapcsolat, és a kereskedelem, amelyikről annyit tudunk, hogy a városi ember elmegy a multinacionális cégekhez, de higgyék el, hogy egy falun meg tudja szervezni a saját teljes ellátását, és a falun nincs is tudatában, hogy ő önellátó falu. Én már három ilyen faluban éltem, és soha senkinek nem volt büszkesége arra, hogy ott minden kapható, ami kell. Minden. Ki se kell menni. És ezért lehet élni még mindig egy faluban. A városban nehéz, mert itt meg kell vásárolnunk mindent, a levegő kivételével, helyesebben a levegővel kapcsolatos egészségünket is beleszámítva, már ez sincs ingyen, de már a vizet is veszünk, és a nagyapánk még elcsodálkozott volna, hogy mi a vizért pénzt kapunk, amikor ott van. Tehát a városokat is meg kell nyilván újítani, éppen ezelőtt beszélgettem az udvaron néhány nevel, és szóba került, hogy a városi vicc is eltűnt, mert eltűnt a városi közösség, eltűnt a városi szerves közösség. A falvakban van, sőt, ahogy szóba került, a székely falvakban még létezik minden, ami most nekünk ebben a pillanatban talán hiányzik városban, vagy amiről azt gondoljuk, hogy nem is a valóság része már, csak valami hagyomány vagy népmese. Nem,
mi szerves társadalomban élünk. Tehát a gazdaság az egyik terület, ahol a tudatos társadalomnak nagyon nagy lehetőségei vannak, és mondom, nem csak szurkolni, hanem tényleg részt venni kell ezért ennek a újraszervezésében, és gondoljuk el, hogy mindannyian szívesebben fogyasztanánk nem érkező élelmiszert, szívesen mennénk olyan orvoshoz, akinek van referenciája, van ajánlása valakinél. A második terület, amelyikre a tudatos társadalomnak meg kell szerveződnie és működnie kell, az pedig ennek az megtermelt és anyagi jellegű jelenségeknek és élettereknek és forgalmaknak a szimbolikus rendszere, vagyis a pénz, ami közvetíteni képes. Csak mi tudjuk, hogy a pénzen kívül sok minden lehet közvetítő, a jelképes közvetítő, amit barternak hívnak, vagy a egyenértékű, vagy a közösségi pénz, vagy a helyi pénz, vagy az úgynevezett képletes vagy virtuális pénz. Ezek mind alkalmas lehetőségek lesznek, és nyilván egy tudatos társadalomnak erről érdemes tudnia, hogy azt a pénzt, amit a mi rabszolgatartóink, vagy akik azt hiszik, hogy mi rabszolgáink vagyunk, és ezért úgyis várnak velünk, azok hozzák létre, és ezzel létrehozzák a függésünket hitelrendszeren és hitelpénzen, és derivatív, vagyis származtatott képletes pénzeken keresztül. Ettől meg kell szabadulnunk, amennyire csak lehet. Mindkettőre igaz, hogy amennyiben a társadalom képes kiszorítani a legkisebb mértékben, majd a kicsit nagyobb mértékben, vagy akár egészen, vagy majdnem egészen, ezeket az intézményesültnek nevezett és intézményesültnek elfogadott rendszereket, amiben mérgeznek minket, beteggé kezelnek minket, amelyikben rosszul tájékoztatnak minket, amelyikben kiszorítják az egészséges építőanyagokat, az ártalmas építőanyagokat, hogy házat nem építhetünk egészséges anyagból, csak ártalmasokból és iparilag szennyezőkből, hát ez is egy szörnyű dolog. A harmadik terület, az pedig ennek a szimbólumnak, a pénznek, a képletes érték közvetítőnek a szimbóluma, vagyis ennek a pénznek, ennek a közvetítő rendszernek a kultúráját, a mozgásterét, az elfogadottságát biztosító média, most jó szót most nem mondok erre, tehát a média, a hírközlés, a tudományközlés, a tudásközlés, hogy mi a tudás, azt más mondja meg, hogy mi a hír, azt nem a forrásból tudjuk, hanem közvetítőktől tudjuk. Tehát a kezünkbe kell venni a hírcsatornákat is, hogy mi lesz hír, a szelekcióját, a kiválasztását annak, hogy mi hír és mi álhír. Ezt is a kezünkbe kell venni, mert különben megetetnek minket és manipulálnak minket. Mi is akarunk manipulálni, mégpedig a hiteles és megfelelő és szerves és hagyományokon és a néphagyományon is alapuló tudás és tapasztalatokkal, aminek tudatára kell ébrednünk. Tehát ezek azért fontosak, mert ha nem tudatosul bennünk, hogy ez a mi kezünkben van, ez a mi eszközünk, nem csak az államé, nem csak a globalizációnak van ilyen eszköze, akkor kiszorulunk ezekről a területekről, ez pedig meghatározza a létünket. E három mellett van még három másik olyan terület, amelyikben a társadalomnak produkálnia kell magát, ezt most csak megjelölöm és kimondom. Az egyik az az úgynevezett szakrális, szerves és önazonos, öntudatos és hagyományokból épülő társadalmi tudat. Az a tudat, amelyik képes felfogni, hogy ő a valóság, és minden más, amit mi valóságként érzékelünk és kapunk a médián keresztül, az intézményrendszer. Vagyis nem az államnak van társadalma, hanem a társadalomnak vannak intézményei, amiket hagyott a fejére nőni a történelem során, különböző módon. Tehát ami a fejünkön van, amiről azt gondoljuk, hogy az az élet, amikor az országot állammal azonosítjuk, és nem a néppel és nem a nemzettel, akkor nem vagyunk előképpen tisztában azzal, hogy a történelem mi vagyunk, és nem az évszámok, és nem a csaták, hanem a csatákat megnyert őseink, akiknek voltak parancsnokai, lehet, hogy jók, lehet, hogy rosszak, többnyire voltak, hát a török hódoltság óta nagyon kevés jó parancsnokunk volt, de
akkor, amikor elveszítettük a szerves társadalmi önazonosságunkat, amikor mi magunk voltunk a rendszer, mi magunk voltunk a haza, a ház, az ország, a nemzeti királyság alapjai, és ahogy átadtuk a nemzeti királyságban az országnak a társadalmi lét igazgatását, és elidegenedett tőlünk a királyságunk és a parancsnoki rendszerünk és a hagyományos nemességünk, és ketté vált a nemzet jobbágyra és nemesre. Ne felejtsük el, hogy amikor elveszítettük az országunkat a török hódoltságtól, akkor megnyertünk a hazánkat. Minden népnél előbb mondták ki Magyarországon azt, hogy haza. Vagyis az én házam az én várom, az én házam az én hazám. Vagyis a nép előbb egyesült és előbb szabadult fel, a jobbágyság előbb szabadult fel, mint ahogy az jogilag megtörtént volna. Mi előbb váltunk néppé a vallásgyakorlást meghirdető Erdélyben, előbb lehettek közrendűek, nemesekké és tudósokká és hadvezérekké, mint bárhol máshol olyan. A második az a társadalmi érdekérvényesítés és értéktudat. Az érdekérvényesítés az azt jelenti, hogy nem hagyjuk magunkat. Nem szabad, hogy a rövid távú történelmi tapasztalataink alapján tudatlanul maradjunk abban, hogy háromszor hogy fosztották ki Magyarországot deviza alapú hiteleken keresztül. Először kétszer az államot, egyszer az egész társadalmat, ennek jelenleg is elszenvedői vagyunk. 5.600.000, még egyszer mondom, 5.600.000 deviza alapú hitel jött létre. 5.600.000 deviza alapú hitel az valójában a semmiből teremtett olyan adóssága mindenkinek, aminek semmilyen tőkefedezete nem volt, és a kifosztásunkat szolgálta kizárólag. Ebben a pillanatban mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás nem áll nyitva a magyar jogérvényesítő és kifosztott társadalom rendelkezésére, és nem adósokról van szó, hanem az egész társadalomról. Mindenki megfizette az árát, aminek ilyen hitele nem volt az is. Ezért szövetkezünk kell olyan emberekkel, tudósokkal, akik ezt meg elmondják, megtanítják, feltárják. Azt is, hogy emellett kétszer fosztották ki a magyar nemzetet a teljes vagyonából, teremtett vagyonából, teremtett közösségi vagyonát adták másnak. Tehát nem az egyszerű korrupcióról van szó, hanem elvettek mindenünket. A szakszervezeti vagyontól, az állam kezelésében összes közösségi vagyontól, a nemzeti jövedelmünket, a szétosztható jövedelmünket termelő nemzeti vagyonunktól fosztottak meg. És vissza is leszerezünk. Ezért az állam is tesz, de nekünk sokkal többet kell tenni. Van egy Petőfi vers, bár felül a gája, alul a gézek árja, ezt nem, mi nem hiszünk el, pedig így van. Nem tehetnek meg semmit. A magyar a török hódoltság óta béketűrő ember. Nem azért, mert a hátán is szereti, ha fát vágnak, hanem azért, mert tudja, hogy mindig kellő időben jön el az, amikor lerázza. És akkor nincs kezmez, nincs kérdés, nincs az a történelmi forduló, hogy eljött el az ideje, akkor eljött az ideje, ha ő azt mondja. Tehát mindig az államnak oda kell figyelnie, és számon kell tartania, hogy 100 évenként a társadalom benyújtja a számlát a kifosztásért. Egy dolgot nem nyújt be, azt a tanulságot, hogy hogyan lehetne elkerülni, hogy újabb kifosztásra kerüljön a sor. Hangsúlyozom, én nem kormányellenes, nem állam ellenes vagyok, hanem társadalom építő és társadalomért beszélő ember. Az államok és kormányok között az a különbség, hogy az egyik kiszolgálja az a társadalom ellenségét, a másik igyekszik ellenállni és kellőképpen mozog, úgy, ahogy az erdélyi fejedelme két hatalom között valaki előtt. És vannak olyanok, amelyek behódoltak. Az utolsó az pedig tehát az önazonosság szakrális társadalom, az érdekérvényesítő társadalom mellett. A harmadik az, amelyikben a legjobbak vagyunk a történelemben, a hasonlóképpen erre kényszerült zsidósággal együtt. Mi alkotókészségünk és megújító képességünk minden alkalommal megmutatkozott. Mi túl tudunk élni. Azért nem csináltunk forradalmakat feleslegesen, mert túlélők vagyunk,
Képesek vagyunk olyan körülmények között is túlélni, amikor más nemzetek eltűntek, amikor más nemzetek elveszítik önazonosságukat. A németek, akik szabálykövetőek, nézzék meg, ha kellett, bolsevikok voltak, ha kellett, nácik voltak, ha kellett, akkor eltűnnek a történelem színéről. Hát ők szorgalmasak, és ebben is nagyon az. De a mi betűjtő képességünk az abban is látszik, hogy itt vagyunk, tehát mi túlélni tanultunk meg a történelemben 500 éve, addig felmaradni és a világot tanítani, Európát tanítani a sztyeppei népek erkölcsére és vallására. A mi vallásunk magyar vallás volt, magyar katolicizmus volt, magyar kereszténység volt, és erről abban az időben még tudtak, hogy mi nem római, nem pápisták vagyunk, hanem mi magyar vallások vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartozunk a kereszténységbe, hanem mi önazonosak voltunk a kereszténységgel, míg a kufárok Nyugat-Európában nem voltak azok. No, ezért az a fajta tudásunk, hogy mi most mondok idegen szavakat, hogy egyszerű legyen, és ne mutogasson sokat már tévedünk nekem, Zoli, az az innováció, a kreativitás, minden olyan társadalmi megújító képességünk, amelyik elősegíti ennek a másik ötnek az elterjesztését, megszervezését, az mind feltutatandó, és itt van bennünk. Tehát nem kell kutatni, hanem fel kell szólítani, akinek van, az hozza, aki tud róla, az szintén szólítsa meg, akinek van. A hetedik, az a utolsó, az pedig az a szervezet, amelyikről most itt vagyunk, amelyik erről tudni akar, amelyik ezek alapján teret kíván adni a médiának, teret akar adni a társadalomnak olyan megújuló és újra szerveződő mozgalmának, amelyik képes azt a társadalmi programot, azt a társadalmi elhivatottságot megvalósítani, hogy minket a történelem eddig sem, most sem és ezután sem fog